botrány, felmondások, feljelentés. Mi lesz az MNB ügy folytatása? Vendégünk Burány Sándor, a Költségvetési Bizottság MSZP-s elnöke, és Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke. Tehát Burány Sándor és Szigetvári Viktor a vendégeink. Jó estét kívánok. Önök már az előtérben végignézték Nyikos Lászlóval való beszélgetésemet is. Van-e bármi, amit erre reagálni kívánnának? Talán az első az, hogy helyre kéne állítani azt a rendszert, hogy korábban minden parlamenti frakciónak volt felügyelőbizottsági tagja a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságában. Most egyetlen ellenzéki van, szemmel látható, hogy ilyen méretű habzsidős és korrupciógyanús ügysorozat mellett egy szem ellenzéki felügyelőbizottsági tag nem biztos, hogy képes feldolgozni mindazt, amit fel kellene dolgoznia. Én pont egy hete vitatkozhattam Vona Gáborral egy konferencián, ahol ő kikérte magának, mikor én azt mondtam, hogy a Jobbik hatalomra kerülése az nem jelentene változást a Fideszhez képest, mert ugyanabban a zsákutcában menne tovább a Jobbik. Hát Nyikos úrnak a jelenléte a felügyelőbizottságban azt mutatja, hogy asszisztál a Fidesz lopásaihoz, majd ezért nyilván bíróságon fog felelni egy kormányváltás után. De az egészen biztos, hogy azt mutatja, hogy a Jobbik nem tud ellenzékként viselkedni, még ha egyedül is van, a többi meg egyetértek képviselő úrral. Nyikos László azt is mondta, sőt, gyakorlatilag erre jutott a jelentésében, hogy bár, ahogy ő korábban fogalmazott, képtelen dolgok történtek, de ez büntető jogilag nem lesz utolérhető, és most az előbb el is mondta, hogy mivel az országgyűlés többsége legalizálta ezt az egészet, áldását adta rá, ezért itt már nem lehet mit keresni további jogorvoslattal. Erről mi a véleménye? Ezzel én nem értek egyet, tehát van, amit az országgyűlés legalizált, egyrészt ez attól még lehet bűncselekmény, ha bűnszövetkezetben valaki úgy határoznak, hogy ezt az ágat az országgyűlésbe kell megoldani, és valaki terjessze be és megszervezi hozzá a többséget, ezt pedig a Magyar Nemzeti Bankba, ezt meg a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságában, ezt meg a legfőbb ügyészségen kell megoldani, ez attól még bűnszövetkezet. Vannak erre szakosodott szervek Magyarországon, titkosszolgálatok is vannak, más ügyekben azt látjuk, hogy nagyon gyorsak és nagyon hatékonyak, ebben az ügyben meg úgy tűnik, hogy semmit nem csinálnak. De ami miatt nem értek egyet, hogy az ügyek csak egy része magyarázható csak az, hogy az országgyűlés így vagy olyan módon döntött el a Magyar Nemzeti Bank mondjuk jogkörét. Az a sorozat, amiben elképesztő mennyiségű pénzeket nyomtak ki, mondjuk a médiapiacra 6 milliárd forintot, az önmagában egy olyan gyanús ügyletsorozat, ami a Magyar Nemzeti Bankon belül nem lett volna szabad, megtörténjen. Akkor se, ha törvényi felhatalmazása van, attól azért még lehet hűtlen kezelés, hogy egyébként jogában állt hűtlen kezelni, csak ha utólag ez bűncselekménynek minősül, akkor utána a következményeket is vállalni kell. Egyébként csak hozzáteszem a nézők kedvére, hogy erről a témáról külön fogunk majd még beszélgetni újságíró kollégákkal, de azért Szigetvári Viktor véleménye is érdekel. Ugye itt most az elmúlt héten botránnyá fajult, ugyan túlmenően rengeteg ingatlan vásárlás és egyéb ügy van, Matolcsi György vezette Magyar Nemzeti Bank környékén. Én azt gondolom, hogy az Eiffel Palace-nak a minden ingatlan piaci szakértő szerint drágán, a piaci áron, az értékbecslésen, a könyv szerinti értéken felüli megvásárlása, az biztosan megalapozna egy jogállamban egy hűtlen kezelési vizsgálatot, és utána pedig egy bírósági ítéletet. Ebben az ügyben annak idén Pápa Levent az együtt alelnöke tett is feljelentést, tehát nyilván, amióta Polt Péter a legfőbb ügyészben érdemi dolog nem történt. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ezek nem legális dolgok, ezek törvénysértések, és rengeteg olyan alügy van, amelyre a képviselő is úr is utalt, akár a szőnyegvásárlás, minek ennyi szőnyeget vásárolni, minek ilyen drága szőnyeget vásárolni, amelyeket jogi vizsgálatban biztosan megállnának. Egy 280 ezer forintos négyzetméter árról van szó. Így van, és nem egyet, mert egy vezetői tárgyalóban én még egyébként el is fogadnám, hogy vásárolnak egy drága szőnyeget egy jegybank elnöknek, akár hogyha az Matolcsi György legyen minőségi a berendezése, de itt nem egy szőnyeget vásároltak, és minden olyan ügy, amely akár a kommunikációs költéseket jelentette, vagy akár az alapítványoknak maguknak a létrejöttét, az ott megvalósuló a monetáris finanszírozási gyanút minimum, rengeteg olyan dolog van, amely egy jogállamban az vizsgálatot igényel, és Magyarországon csak a jogállam romjairól beszéltünk, amelynek okán egyébként ezek kiderülhettek ezekben a hetekben. Most csak az Eiffel Palace-hoz akarok egy mondatot mondani, hiszen az értékbecslését én pereltem ki a Magyar Nemzeti Banktól. Ez nekem megküldték, most
hatalmas anyag megiségről van szó, dolgozunk rajta, a jövő héten valószínűleg ezt nyilvánosságra fogjuk hozni. De ebben a vonatkozásban az derült ki, hogy az értékbecslést olyan módon végezték el, hogy nem azt nézték meg, hogy mit ér az ingatlan, hanem hogy befektetési célból, ha megvásárolják, akkor mennyivel növekedhet majd valamikor az értéke. Ez az a VB, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem ingatlan kereskedő vállalat, neki nem az a célja, hogy ingatlanokat befektetési célra vásároljon, hanem ha szüksége van ingatlannak a működéséhez, mármint a Magyar Nemzeti Bank működéséhez, akkor vásároljon, és egyébként ott se baj, ha szerényen jár el. Lázár János azt mondja, hogy azért sem szabad kritizálni ezekben a kérdésekben a jegybankot, mert azzal a forintot támadják. Hát ez vicc. Hát 2010-ben a kormányváltásnál a forint 1 euróért 275 forintot kellett fizetni, most 310 körül kell fizetni 1 euróért. Ha valaki betámadta a forintot, az egyébként a Fidesz volt élén Matolcsy Györgyel, hiszen ő volt ennek a gazdaságpolitikának, hol nemzeti gazdasági miniszterként, hol egyébként Magyar Nemzeti Bank elnökként, egyik vezér alakja, aminek az volt a lényege, hogy nem számít a forint. Nyugodtan gyengüljön, őket ez nem érdekli, nem baj, hogy egyébként devizahitelesek milliói járnak ebből a szempontból nagyon rosszul, kerülnek lehetetlen helyzetbe, semmi sem drága. A lényeg az, hogy a Magyar Nemzeti Banknak ezen legyen nyeressége, most már tudjuk, hogy miért. Hogy 260 milliárd forintot elköltessenek szőnyegekre, meg minden hülyeségre. Költésekre visszatérve, az MNB szóvivője azt mondta, hogy egyébként nagyon prudens és felelősségteljes pénzfelhasználásról tettek tanúbizonyságot, mert hogy 3,3 milliárd forintot költöttek több mint 700 oktatási és kutatási programra, és még így is nőtt a rendelkezésre álló tőke 830 millió forint. Talán a közgazdász, ez hogy jön ki? Hát őszintén szóval én ezt nem tudtam volna így kiszámolni, tehát vissza kell adnom a diplomámat, én ehhez nem vagyok ennyire tehetséges, hogy ilyen számításokkal bonyolódjak. Az biztos, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nem dolga az oktatási tevékenység finanszírozása, főleg akkor nem dolga, ha ez az oktatási tevékenység egyetlen célra fókuszál, Matolcsy György közgazdasági nézeteinek a népszerűsítése, vagy egy könyvben, vagy valamilyen más módon, vagy kutatóintézetekben, de hát egészen elképesztő költések vannak, és ráadásul ezzel a téren még maga Matolcsy György is hazudott. Mert azt mondta, hogy először azt mondta, a 260 milliárd, azt befektetik, és ennek a hozamait fogják elkölteni. Most már kiderült, hogy legalább 70 milliárd forintot direktbe elköltöttek ebből, eszük ágában nem volt állampapírokat vásárolni, ami más szempontból szintén problematikus, mert legalább egy tiszta ügy, direktbe a 260 milliárd forint egy részét elköltötték. Egyébként épp ma írta meg, azt hiszem, a Magyar Hírlap, hogy Matolcsy György és a csapata be fog kerülni a közgazdaság történetbe, és már ezért sem szép dolog támadni őket mindezért. Ráadásul a könyvének a megjelentetése is közcél, és ezt sokan mások is kormánypártról az utóbbi időben Németh Szilárdig bezárólag elmondták, hogy a közjót szolgálják a Matolcsy könyvek, és ezért megérik a 70 millió forintot. Egész őszintén, hogyha még csak egy könyvet 1 millió forinttal megtámogatnak, vagy kiadnak, már az is ízléstelen, mert Matolcsy György a fizetéséből tegye ezt meg, és utána juttass el azoknak, akiknek kell. Egy év könyvet kiadhat a jegybank, az minden normális intézmény kiad, de hát itt nem erről van szó, mi azért tettünk feljelentést, mert ugye nagyon drágán, talán tételenként 9 millió forintért fordították le ezeket a remek köteteket, illetve adták ki olyan nyelveken, ahol egyébként nem is hozták forgalomba, de visszatérve, amit Lázár János ügyében ön mondott, ugye hát az a helyzet, hogy a jegybank valóban a világban, a normális országokban nagyon konzervatív intézmények. Én azt tudnám mondani, hogy ez körülbelül olyan, mintha a Magyar Alkotmánybíróság, vagy az amerikai legfelsőbb bíróság mondjuk jogi tanszéket kezdene alapítani, meg alapítványokat működtetni, amelyben jogi egyetemistákat finanszíroznak. Nem véletlenül nem teszik ezt az alkotmánybíróságok, még a magyar sem, meg az amerikai legfelsőbb bíróság sem, mert nem dolguk, egy konzervatív intézmény az alapfeladataival foglalkozzon, a monetáris politikának a felügyelete rengeteg feladatot jelent, egyébként nemzetgazdaság és egész ország jövője szempontjából fontos. Én még azt se tekinteném Istentől elrugaszkodottnak, hogyha egyetemistáknak adnának ösztöndíjakat, amellyel a monetáris politika környékén tapasztalatokat szereznének, PhD-zőknek adnának támogatásokat, de itt nem erről van szó. Ez a fedőtevékenység ebben az ügyben. Ráadásul a jegybank törvénnyel az nem volna ellentétes önmagában, a kistételben a jegybank maga végezné el ezt a munkát. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt évtizedekben is támogattak egyetemistákat a szakmai munkájukban, de az alapítványokat nem ezért hozta létre a jegybank. Akár a kecskeméti felsőoktatási fejlesztés egy fedőtevékenység, akár egyébként a magyar felsőoktatás egészének éves költségvetésénél nagyobb pénznek a kijátszása ilyen tisztátalan célokra, az nem erről szól.
monetáris finanszírozás gyanúja is felvetődik, ami egyfelől nagyon súlyos, mert ugye úgy tűnhet, hogy titokban és közvetve próbálta a Nemzeti Bank mégiscsak a Nemzeti Bank pénzéből, közpénzből finanszírozni az államháztartás működését, azáltal, hogy állampapírokat vettek az alapítványok. Másfelől csak 179 milliárd forintról van szó, ami azért nem egy akkora nagyságrend, amivel érdemben lehetett volna bármit befolyásolni, és ezt akár az államkincstárba is befizethették volna, és nagyobb hasznára lett volna ilyen értelemben az állam finanszírozásának. Hát mit gondoljunk erről a tételről? Hát 179 milliárd forint se kevés pénz. Ugye az előbb mondtam, hogy a másik részét direktbe elköltötték, a 260 milliárd fennmaradó részét direktbe igen, elköltötték. Igen, csak ezzel nem az a gond, hogy mire költötték, hanem hogy tiltott finanszírozást valósítottak meg. Na most azért tiltott finanszírozás szerintem, mert most már bírósági ítélet is kimondta, ami egyébként első ránézésre látható, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványai nem függetlenek a jegybanktól. Nem arról van szó, hogy társadalomkutatókra rábízták, ezekbe a kuratóriumokba a jegybank vezetése ment be. Felügyelőbizottsági tagnak is, meg kurátornak is. Tehát lényegében megkettőzték saját magukat. Az alapítványok működése közvetlenül függ a jegybanktól. Ezért, ha állampapírt vásárol, az gyakorlatilag olyan, mintha a Magyar Nemzeti Bank venné. Ez pedig tiltott tevékenység, az Európai Központi Bank egyébként figyelmeztette is Magyarországot ez ügyben, hogy ez aggályos, mert állampapír nem vásárolhat a Magyar Nemzeti Bank, se közvetve, se közvetlenül általa egyébként kézben tartott alapítványokon keresztül, mert ez a költségvetés finanszírozása, és a jegybanki függetlenség egyik fontos eleme pontosan az, hogy ezt nem csinálhatja a jegybank. És ezt ön is említette egyébként, hogy ennek a nyerességnek, amit a forint gyengítésén kaszált a Magyar Nemzeti Bank, a legjobb helye az államháztartásban lenne, vagy céltartalékot kell belőle képezni, hogy amikor veszteséges lesz, abból finanszírozzák, egyébként is írják le, és ne a magyar adófizetők pénzén kelljen, akkor majd a veszteséget úgy, hogy ezt mindig is csinálta a magyar állam finanszírozni, hanem közvetlenül az államháztartás részeként ez visszakerüljön, és ne kelljen a magyar adófizetőknek majd a egykori veszteséget finanszírozni. Annyiban vitatkoznék a kérdésben megfogalmazott állítással, hogy ugye valóban ez a GDP, éves GDP 0,5% környéki összeg a 170 milliárd, amiről ön beszélt, de ugye ez a kormány, ami ott a hivatalban van, körülbelül 0,5%-kal minden évben kozmetikázza az államadósságot, hiszen mindannyian tudjuk, hogy év végén egyszer csak magyar piaci vállalatok, a MOL-t szokták ilyenkor megemlíteni, meg egyébként államközeli intézmények elkezdenek oda-vissza adogatni jó részt állampapírokat, amelyekkel technikai értelemben leviszik néhány napra, néhány órára az államadósságot, hogy utána azt visszakönyveljék és elkezdjen újra felugrani. Ugye ez azért történik, mert akár a Maastrichti kritériumoknak való megfelelés, akár a konvergencia pályának való megfelelés, a kormány nem teljesíti, nem folytat ebben jó államadósságcsökkentő politikát, és ezeket a trükköket fél százalék, de ezekkel lehet támogatni, és innentől kezdve, mivel nem tudjuk azokat, hogy év végén hova tűnnek ezek a kötvények, két nappal később hova könyvelik őket vissza, ez mindenképpen elfogadhatatlan. Tehát ez a 179 milliárd, amit így állampapírokba fektettek, ez ugyanúgy befizethető lett volna egyenesen az államadóság törlesztésére, hogyha ezeken az adatokon akarnak javítani. Én azzal értek egyet, amit Burány Sándor mondott, hogy ugye ez a pénz ez azért van, mert Matolcsy Györgynek feltett szándéka, hogy gyengítse a forintot 270 környékén, lehet, hogy akkor erős volt, de az biztos, hogy 310 forintnál gyengébb forint-euró árfolyam az nem volna feltétlenül indokolt, önmagában ez még a magyar exportot sem feltétlenül támogatja a közgazdászok szerint ezen a szinten, és ugye itt az a probléma, hogy közben egy nagyon nagy, az Európai Központi Bank, meg az Európai Bizottság által e tekintetben kritizált növekedési hitelprogramot indított el a kormány, amely jó a vállalkozásoknak, mert nagyon alacsony kamatszinten finanszírozhatták, vagy refinanszírozhatták a hiteleiket, ezt még akár el is tudom fogadni, ritkán dicsérem Matolcsy Györgyöt, de ebben volt jó kezdeményezés, csak van egy probléma. Hogyha netán újra emelkedik az infláció, változtatni kell a kamatszinten, és ezek évtizedes kitettségei a jegybanknak, akkor pont azért kellene céltartalékot képezni, mert bármilyen kormány érkezhet ide 5-10 év múlva, remélhetőleg fog is ebben az országban, azokat a vesztességeket, amelyeket nyilván nem a finanszírozott vállalkozókon kell leverni, hiszen ezek fix kamatozású állam által támogatott
támogatott megoldások, az pont a jegybankban fog veszteségként keletkezni, akár 6-800 vagy akár 1000 milliárd forintos tételbe, ezt a pénzt arra kellett volna eltenni. Ezek hosszú távon nyilván sokkal súlyosabb és nagyobb kihatású kérdések, mint az, hogy Matolcsy György, hogy melyik rokonához mennyi közpénz kerül, és az is, hogy mennyiből csináltatnak szőnyeget, de mégiscsak ezek azok a kérdések, ezek a kisebb horderejű, de azért nagyon áralkodó ügyek, amik a közvéleményt meg kellene, hogy mozgassák. Ehhez képest arról értesültünk épp ma Fidesz körökből, a Figyelő újságírójának köszönhetően, aki készített egy kis körképet, hogy hogy vélekednek erről, hogy meglehetős megnyugvásra veszik tudomásul, hogy minden tizedik ember tudja egyáltalán, hogy a jegybanknak alapítványai vannak. Az embereket olyan nagyon nem érdekli ez az ügy. És arra számítanak a Fidesz környezetében, hogy el is fog szépen halni. Ez hogy lehet így? Én szerintem nem fog elhalni. Most lehet, hogy minden tizedik ember tud arról, hogy a Magyar Nemzeti Banknak vannak alapítványai, hogy a Matolcsy György két kézzel szólja a közpénzt, arról szerintem meg minden második ember tud legalább, ha nem minden ember Magyarországon. És a második a fontosabb. Az alapítvány, ahogy említette elnök úr, egy fedőtörténet, az egy eszköz. A pénzszórásnak a megvalósítási módja, a probléma maga a törvénytelen pénzszórással van, hogy ez alapítványi formában történik, vagy nem, ez ehhez képest másodlagos. Mondok egy példát. Az én általam kiperelt adatok között van egy 6 milliárdos médiapiaci keret. Hatalmas összeg. Nem az alapítványokon keresztül csinálták, ezt még közvetlenül a Magyar Nemzeti Bank rendelte meg. Ez ugyanolyan pénzszórás, ki fog derülni róla, hogy az adatokat hozzuk majd nyilvánosságra, hogy elképesztő tételek szerepelnek benne. Teljesen másodlagos. És egyébként pedig én azt látom, hogy hetek óta talán a legfontosabb tétel a hazai nyilvánosságban a Magyar Nemzeti Bank botrány sorozata. Nem hiszem el, hogy ezt az emberek valamilyen módon ne észlelnék. Hogy alapítványról hallottak vagy sem, az egy másodlagos. Arról szerintem hallottak, hogy botrány van a Magyar Nemzeti Bank. Utcára mégsem vonult senki. Ellenzéki politikusként azt élem meg, hogyha utcán aláírást gyűjtünk mondjuk a budapesti olimpia ellen, vagy akár a föld lopások ellen támogatva a szocialista pártnak a kezdeményezését, azt azért elmondják az utca emberei, és ebben önnek igaza van, hogy miért nem csinálunk valamit, ez a szokásos, és ebben van igazsága is az embereknek, és az nem válasz erre, hogy hány és hány feljelentést, hány és hány adatkérést tettünk, hiszen Pót Péter mindenből kimossa ezeket az urakat és hölgyeket, de van egy komolyabb kérdés, hogy Szigetvár úr, ezek mindent megengedhetnek maguknak, ezt is megengedhetik maguknak, és lám, elmondja az utca embere, hogy hát de miért nem gyújtották már fel a Magyar Nemzeti Bankot, miért nem rohannak be az emberek, és ebben szerintem önnek azért van igazsága egyértelműen, hogy mi az, ami majd ezt a gátat átszakítja, és talán itt mondhatom, hogy a stúdióban mielőtt várakoztunk, beszélgettünk erről Urány képviselő úrral, hogy valami előbb-utóbb ebben el fog billenni. Nekem személyesen, ami a, nem elterelni akarom a témát, már a Nemzeti Választási Irodánál történt erőszak is egy ilyen dolog volt, amelyben szerintem egy rossz spirálban van a Fidesz, és nem igaz, hogy előbb-utóbb a választók, vagy így, vagy úgy, egyébként azt nem verik le a Fideszen, mert szerintem itt már minden határon túl vagyunk. Kétségtelen, hogy nem látják láncon elvíve Matolcsy Györgyöt, vagy akár Pót Péternek a feleségét, aki hát egyszerre van felügyelőbizottságban, egyszerre HR igazgató a jegybankban 5 millióért, de előbb-utóbb a társadalomnak az inger küszöbét ez nem át fogja lépni, hanem ezért majd büntetni fog a társadalom, ebben biztos vagyok. Szerintem más a helyzet, mint egy évvel ezelőtt. Egy évvel ezelőtt ezek az ügyek, ha nyilvánosságot kaptak, lepattantak a Fideszről, lerázták magukról, mint kutya a vizet, nem érdekelt őket, és egyszerűen plazíroztak arra, hogy a társadalom apátiában van, nem foglalkozik a közélettel, úgy rossz, hogy van, legyintenek, tovább mennek, egyik párt ilyen, a másik párt olyan. De ez megváltozott. Sok minden apró tényező következtében nem tudom megmondani, hogy melyik hogyan függött össze a másikkal. Megváltozott. Az emberek újra elkezdték felkapni a fejüket, és lehet, hogy engem mondjuk a tiltott monetáris finanszírozás izgat. Az átlagpolgárt meg lehet, hogy az irritálja, hogy 5 millió forintot kap Matolcsy György friss fizetés emeléssel, miközben mondjuk a nyugdíj emelés jövőre nagyítóval vizsgálható csak 9000-ig, ha jól emlékszem fejből a számra. Bármelyik szerintem ott tartunk, hogy egy pici nevetséges ügy óriási botrányát tud ragadni bármelyik pillanatban, nem lehet ma már a társadalommal bármit lenyeletni. Egy évvel ezelőtt az emberek sokkal közömbösek voltak, ugye én is kim vagyok az utcán az aláírásgyűjtés közben, érezni az utca hangulatnál, hogy elegük van. Hogy ez miben fog hirtelen kipattani, azt én nem tudom megmondani, nem vagyok jövőkutató, de azt érzem, hogy a Fidesz nagy bajban van, és úgy tűnik nekem, hogy maguk se tudják, mert a legrosszabb eszköztárukkal ugyanazt csinálják, mint
mint eddig, csak rátesznek egy lappáttal, és napról napra egyre nagyobb hülyeségeket mondanak. Maga Matolcsi György mondta a parlamentben, hogy ő egy történelmi figura, most már Szijjártó Péter ezt megerősítette. Ezek akkora ostobaságok, hát egyszerűen elképesztő. Az ellenzék meddig tudja elvinni ezt az ügyet, hogyha jogi értelemben nem jutnak sehova? Hát ha jogi értelemben nem jutunk sehova, akkor egy pont után csak a tiltakozás eszköze marad szerintem. Én bízom abban, hogy bizonyos jogügyek ebből be fognak akadni, azzal együtt, hogy nincs sok bizodalman Paul Péterben, aki hát személyesen elfogult ebben az ügyben, hiszen hogy nyomoztatna ő, hogyha a saját feleség és közvetlenül érintett. Láttuk, hogy már a Questor ügynél sem sikerült feltétlenül ez neki, ahol a lánya volt valószínűleg érintett egy személyes magánkapcsolat részben. Én ebben az ügyben azt látom, hogy a nyomást fenn kell tartani, minden adatot ki kell perelni, minden nyilvánosságra kell hozni, és azt is gondolom, hogy részügyek van. Nekünk egy politikusunk, Kugyet Zoltán Kecskeméten azért küzd, hogy a Kecskemét környéki Matolcsi klán, ahol a vs.hu mögötti tulajdonosi körnek egy leágazása, közben a kecskeméti polgármester sajátjaként kezeli a város egyes telkeit, épít oda a főiskolát, miközben meghal a szolnoki főiskola valójában, és nem nagyon oldják meg a problémáit, a budapesti felsőoktatásról már nem is beszélek. Én ebben azt látom, hogy ezek az ügyek a helyi szinten odaérhetnek már holnap után is. Szerintem lesznek ebből olyan nyomozások is, amelyeket nehéz lesz elsikálni, de egy biztos. Én nem hiszek az elszámoltatásban, mert annak van egy ilyen politikai felhangja, hogy politikai alapon szelektálunk, és azt megélték sokan, akinek az életét tették tönkre az elmúlt években akár. Az viszont biztos, hogy igazságszolgáltatása elé ezek az emberek oda fognak állni, és mivel Orbán Viktor egy illiberális rezsimet épített nekünk, ahol ő maga büszke rá, hogy ez nem egy liberális demokrácia, a jogállam eszközeivel Matolcsi Györgynek másnap ki kell menni a hivatalából, hogy a kormányváltás történik, teljesen mindegy, hogy hány évre van oda megválasztva. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.